Isten hozott benneteket. Nagy szeretettel köszöntünk titeket, legkisebbeket, akik ezen a napon iskola polgárokká lesztek. Hamarosan ennek tanuljelét adjátok fogadalom tételetekkel. Köszönjük az óvodai előkészítést, a felkészítő munkáját, és köszönjük az itt lévő szeretetét, akik elkísérték a volt óvodásokat ennek szép napon, településünk református templomában, hogy itt engedjék el a korábban óvó kezeket gyermekeink, és tudják megfogni a kedves tanítónénék kezét most már, akik nem ismeretlenek számukra, ezt az új találkozást, kapcsolatot egy láthatatlan kéz erősíti meg, és tartja biztonságban. Ez az Úristen keze. Hát ettől másképp a kapcsolat. Közös célunk az, hogy keresztjén és magyar lelkület ifjúvás elhűljenek, ne hallódó, nem törődő, minden tömeggyermekeké. Köszönjük tehát, hogy így gondolkoztak a szülők, akik úgy döntöttek, hogy iskolákat választják. Megértettek valamit abban, ami gyermekeik számára nagyon fontos. Többletet szeretnének, tudják, nem elég adatokat, számokat megismerni. Nem elég hókusz-pókusz hangzatos programokat, hanem felkészült, lelkes nevelő szükséges, aki hálás Istennek azért, hogy gyermekekkel foglalkozhat, aki tiszteli a rábízottakat, szülőket, gyülekezetét, fenntartóját. Nem csak embereknek kíván megfelelni, hanem az Istentől kapott elhívásnak, tudva azt, hogy őt majd Isten számra fogja kérni lelkiismeretes munkájáért. Nyilván lesznek nehézségek az év során, lesznek konfliktusok is, de mindezeket egymást tiszteletben tartva meg fogjuk oldani. A nevelés fontosságát hirdette meg az új kormány, hallhattuk a tegnapi nap folyamán. Milyen jó, hogy iskolának eddig is lesz volt a legfontosabb. És a nevelési szint, magatartás, tanulmányi eredményesség ennek volt köszönhető. Köszönjük az elkötelezett nevelők előfeszítéseit és a szülők egyetértését ebben a nehéz munkában. Eddig ezt ellenszélben tettük, már ami a kormányzatokat illeti. Most már segítséggel végezhetjük. A legnagyobbak, hogy hozzád készüljön, már 7 évre tekintetek vissza, tervezgetitek a jövőt. A tanulás következő lépcsőjét. A megfeleléshez komoly munka vár még rátok. A rövid, 1 évben legyetek bölcsek. Megszívlelve a szülők, a nevelők tanácsait, hogy ne szomorú és nehéz éve legyenek meg benneteket a középiskolákkal. Köszönjük a szülők naponkénti gondoskodását, szeretetét, melyen nagyban segíteni tudják gyermekeik tanulmányi munkájának hatékonyságát. Különösen azzal, ha nyugodt, türelmes, figyelmes hátteret tudnak biztosítani gyermekeiknek. Ha tudnak élni azzal a páratlan, vissza nem térő lehetőséggel, hogy napról napra a nevelés csodálatos részeseit kívánnak. Az ilyenre nyitott nekünk gondolatot, mert amit vetünk, azt fogunk maradni. Nem mindegy, tehát mit vetünk gyermekeink szintén. Vigyázzunk a rábízott gyermekekre, iskolára, annak értékeire, mert minden értéket tovább kell adnunk. Hatalmas munka van mögöttünk az iskola hitbeli nevelés tartalmának kialakulásában és kialakításában. Ne engedjük be kénytelen szélolvasulat,
tegyünk újra és újra az igen érdekére. Ne szolgáljunk ki egyéni karriereket gyermekeink idejének kárára. Épületeink felújításai, építései mögött mindig ott éreztük a megtartó erő jelenlétét. Ezért tudunk egy jó felszerelt, esztétikusan elkészített tantermekben tanítani. Becsüljük meg az épületet és a berendezést is, hiszen a miénk, de nem megrongálásra, az megbecsülésére való. És a tantermekben gondoskodó szeretettel várják a gyermekeket, az elsősüket Ibolya néni és Elsőke néni, napközében Andrea néni, a másodikban Zsófa néni, Lica néni, Mónika nénivel. A harmadikosokról pedig néni fog gondoskodni, negyedikeseket Noémi és Kori néni lányítja, ötödikben Klári néni lesz az osztály főnök, hatodikban Erika néni vezeti az osztály, majd tovább. Hetedikben Márti néni és Gyuri bácsi lesznek, akik már segítik a gyermekek tanulmányi munkáját. Nyolcadikban Éva néni és Marika néni fognak hallgatni. Új nevelők is érkeztek hozzá, Balogh Sándor, Jánbor Zoltán, Szabó Klára, Sándor Marianna és Domokos Balázs. Részben részmunkaidőség és óraadók jöttek. A hiányzásokat nagyon szigorúan veszünk, még szigorúbban, mint eddig. És a szülők felé, az a szülő, aki falaszt a gyermeke hiányzásainak, rosszat tesz, kárt okoz neki. Kimaradóból előbb-utóbb lemaradó lesz. Ezt gondos szülő nem akarhatja. Tantestületünk a 250 óra maximál órát 200-ra számította le. Legyünk tehát nagyon figyelmesek. Néhány hasznos tudnivaló. Aki autóbusz bérletet kívánt igényelni, tavalyhoz hasonlóan személyesen kellene igényelnie a polgármesteri hivatal szociális osztályát szeptember 20-áig. Napközi szervezését segítsük, hogy minél hamarabb ki lehessen alakítani a csoportokat. Ezen a héten minden nap 3:45-ig van tanítás. Napközi nincs. A napközi is nevelők a délőtti munkában vesznek részt. Buszaink a szokott rendben szerdától mennek és jönnek. A gyermekekért és ahogy szállítják természetesen őket. Legyünk türelmes szülők a várakozásban, ne háborogjunk, hanem aktívan vegyünk részt az utaztatás jó szervezésében. Végezetül mindenkinek kívánok a munkás hétköznapokat, szájízzel, kellemes pihenőnapokat, Isten előtti hálás megállást vasárnaponként gyermeknek, szülőnek, nevelőnek, gyülekezeti tagoknak, hogy erőt nyerve végezhessük feladatainkat, gyermeknevelésünket. Isten segítségét kérdés rába a 2010-2011-es 320. letanított 277. és újraindításának 27. iskolát.